Szóval köszöntök mindenkit, itt lennék egy következő CMTA V3 Lesson to Less videóval, amiben elmegyünk egyet kaszinozni, mivel már rég volt, és hát még jó múltkor páran már szóltak, hogy lehetne, mert már rég volt és ők szeretik, hát akkor tessék. Nem tudom, az inventory-t is miért nyitogatom meg amúgy, folyamatosan szinte. Na, itt lenne a Honda, ami, hát maradtunk ennél a színnél, ennél a szín kombónál igazából, illetve hát kapott LSD ajtót, illetve egy rendszámot, ami ugye a Leave Low, de ezt ugye említettem is a videónak a végén, legalábbis így odavigyeztettem, hogy igen. Ezt elhelyezzük, mert eltolta valaki. Ugye? Az szép. No. Hát pénz az már van. Úgyhogy tudjuk el, hogy egy százast fölnyomok az elején. Illetve nem biztos, hogy úgy lesz, hanem maradt még 2000 ma. nem adta a legjobban, de váltottam be egy újabb 2000-est. Mostanában annyival szoktam, hogy így kezdeni játszani. És... ott már 500-at raktam, voltam vele, volt 4000-em is, 8 pörgetésből nem adta be 500-zal, nem mondom, érzem, hogy ki kell váltanom még 2000-et, és akkor az ugye még 4 darab 500-as pörgetés, és ja, 1000-nél tartottam, és akkor rakta föl. Beadta ugye 500-ra, hál' Isten. Aztán most úgy van, ez a úgymond parkolós magassága a kocsinak, és rohadtul alacsony. Hoppá! Mindig nyomogatok össze-vissza mindent, és valahogy ez nem mindig a legjobb dolog. Na és hát lehet, hogy ezt most én hagytam így, de lehet, hogy azóta volt más. Nem tudom. Kezdjünk a 200-zal játszani. Aztán föltornáztuk egy 20 000-re, és onnantól pedig rakunk akkor 500-ast, hogyha... hogyha minden összejön, de... olyan nagy esély azért erre nincs. De ezt ugye ki lehet fogni. Nem tudom, itt... beszélgettem valakivel, hogy mi az észrevétel így a kaszinóval kapcsolatosan, és neki is voltak érdekes ilyen tapasztalatai, hogy mikor, hogy adja meg ilyenek. Mondott olyat, hogy egy bizonyos összeg fölé nem tud menni, azt viszont elég sűrűn meg tudja szerezni, úgyhogy nem tudom, ebben is lehet valami, hogy ez esetleg direkt így van. Ugye mondtam neki ezt az észrevételemet, hogy ilyen óra és fél óra változásai között, és már be is adja. Óra és fél óra változásai között szokott jó, illetve rossz lenni a beadási arány. És egyszerűen külön fogalmaztam meg. Tehát annak, hogy fél óránként, de egy óránként minimum változik. Úgymond az esélyed. Az esélyed persze nem. Beszélek már össze-vissza, amúgy tök jó. Na mindegy. Hát tényleg másfél hónapja hirdetem kb. A Buick-et.
de eladóm nincs. Se Furmon, ugye OLX-en, se itt a játékban. És 280-on vagyunk fönt. Azzal kezdtem, hogy feljöttem, hogy dobtam egy hirdetést, és semmi. Téves hívások szoktak jönni. Hát... ez van. Nem tudok vele mit csinálni. Két változásom úgy volt az utolsó videó óta, az se mostanában volt, de azért most mégse vártam annyit, mint előtte szoktam, ugye? Most nem volt meg az egy hónap, meg a másfél. Most nem is tudom, mióta van meg a NSX. Még az is lassan már egy hónapos. Na mindegy. Még nincs maga az egy hónap, úgyhogy... most csak így a forgalmián gondolkozom, mert a szeptember 9-ig jó. Július 9-én raktam rá. Hoppa. Hát nem tudom. Na mindegy. Nem tudom, említettem-e, de a Subaru az fehér lett. És megkapta az is ezt a barna felnit, ugyanazt, ami a Honda-n van. Illetve, hát toltam még föl egy kis kupont, aztán leraktam egy közepes tévét a vidéki házhoz. Meg hát egy kicsit fulloztam a slotokat, az objekt slotokat. Azt hiszem 384 a max, és most már 210 valamennyi, vagy... vagy 30 valamennyi volt, nem tudom. Annyi van most, tehát így a körül. Hát szegény Buráknak nem adta. Úgyhogy az is egy kicsit fullozva lett így belülről. Nem mondanám azt, hogy kész van, mert valami mindig eszembe fog jutni. És valamit akárhányszor lemegyek. Általában mindig raktam még valamit le pluszba. Nem mintha nem lenne elég dolog amúgy. Na mindegy. Ilyen tuningos találkozókra ki szoktam járni egy-két nap. Így ezekben a napokban. Mert amúgy most melóba leállás van. Még ezen a héten, aztán jövő héttől ismét indul a Banzai. Ott is egy tuning találkozó Las Palladasban. Oda most nem megyünk el, mert dolgunk van. A kaszinó mindenek felett, ja? Amúgy nem szabad. Kérjen csak mikor adja be legközelebb, mert mennyi volt? 9000 valamennyi? Amikor beadta. És hát lassan 3000-et elpörgettünk, az ugye 15 püri. Annyi még nem ment el, de közelítünk már hozzá. Ez nem lesz messze. Kettővel megy át. Napokban annyira nem ment jól itt a... hát a kaszinós dolog, de amúgy sem játszottam mostanában nagy tétekben. Most ma volt egyszer ez, hogy... nekiálltam 500-est rakni, mert már nem volt kedvem játszani. Aztán mondom, minél hamarabb fogjon el, elkezdtem rakosgatni, de éreztem,
akkor elfogyott, hogy most még folytatni kell, és be fogja adni, és hát beadta 500-zal, hál' Isten. Mostani pénzekhez képest nem nagy összeg az a, hát kevesebb, mint 100 ezer dollár, mert 19 ezeret váltottam ki, és az 95 ezer helyett 90.250 dollárt kaptam, úgyhogy olyan hú, de soknak már nem számít, sajnos. Régen pedig az mennyi pénz volt? Akkor a Subaru-t megvettem 4.95-ért, vagy 4.90-ért, vagy valami ilyesmi. Most meg már 2,2 millió, meg ilyenek. Rengeteg pénz van most már a szerveren. Hál' Istenünk mégse annyi, mint mondjuk sima V3-on. Annyira még azért nem fajultak el a dolgok. Hát talán nem is lesz, hogy itt egy AMC-re fognak 1 milliót elkérni. Meg ilyenek. Ez kicsit durva lenne. Már így beadni. Tegnap este is amúgy összegyűlt 20 ezer zseton. De mondom, menjen. Úgy volt, hogy azt hiszem 11:30-kor jöttünk este. Vagy valahogy így. Igen, még előtte. Azt hiszem előtte egyszer adta be, de akkor ugye 100-ast raktam. Aztán fél óra váltás volt, tehát 23 óra 31 beadta 200-assal, tehát az olyan 8000. 32-kor beadta még egyszer, és úgy lett kerek 20000 zsetonom. Ezt nem lepörgettem 200-asokkal még 2000-et, az 10 pörgetés. Aztán azt a 18000-et meg 500-asokkal is lenulláztam magam. Nem mindig jó. Tehát sokszor csinál ilyet, hogy óra elején, vagy óra 30 után beadja, akár kétszer-háromszor is. Elhiteti, hogy jó, te folytatod és lenulázod magad simán. Persze ez nem mindig így van, szangsúlyozom, nem mindig így van, mert volt már ellenpélda is, de azért elég sűrű. Nálam legalábbis ez a dolog, hogy beadja, elhiteti, hogy jó. Mondjuk általában az összes kaszinó dolog ilyen. Elhiteti, hogy jó, csak hogy folytasd, még többet szánjál rá. Aztán bukta. Mert amúgy meg mégsem, csak azért adta be, hogy rakjál még többet. És bukjál is, hogy még többet. Nem nagyon akarja most már adni. Már 5000-et elpörgettünk kb. Hát ez se adta. Esetleg, de még ez is messze lesz tőle. Hát
nem tudom, hogy maradjunk-e itt. Mert akkor azt a mai százast, amit összeszedtem, azt akkor még ellövöm szerintem. 500-asokkal. 20 000 kis zseton. Nem nagyon akaródzik beadni. Egy hirdetek, hát ha. Igen, és már kevesebben vannak fönn, de... Nem mondom azt, hogy ők közelébe sem megy, mert azzal se lennék ugye előrébb. Tehát nem örülnék neki, hogyha mellette állna meg egyel. Meg kettővel. 20-ast azt többször adta. De arra ugye nem rakok, mert szerintem fölösleges. Legalábbis, hogyha rakok rá, akkor általában sose szokta azt beadni. Meg úgy több megy el, amúgy is zsetonból. Mert akkor 400-at rakok rá. És tehát gondolkodok, lehet, hogy ezt a 2000-et meghagyom, és akkor 18 000-et kell csak venni. Aztán mehet az 500-as. Most ugye fél óra váltás volt, úgyhogy... És az elején még nem hiteti el, hogy ez jó. Hogy most jó lesz. Úgyhogy kíváncsi leszek. Na nézzük. 40 darab pörgetés. Vagy nyerünk, vagy nem. Most azon gondolkodok, hogyha beadja, akkor pörgessük-e tovább. Vagy sem. Nekem vagy az is megfordult a fejembe, hogyha nagyon sokáig még nem találok kocsit, bujiket, vagy bujikot, vagy nem tudom, hogy mondják, akkor hozok ki, de nincs kedvem, mert annyit amúgy nem ér. Már ugye abból igaz, hogy nem eladni akarnám meg ilyenek, hanem így alapból. És már tényleg el kéne kezdenem IRL gyűjteni kocsira, ami már amúgy gyűjtöm is csak. Néha a hülyeségekre cseszem el, sajnos. Mert itt most direkt azért gyűjtöttem ki ennyi pénzt is, hogy nyugodtan tudjam megvenni a kocsit, aztán utána is bőven marad. Tehát, ha nincs eladó, akkor nehezen fogom megvenni. Mindegy, addig is gyűlik a pénz, annál több marad ugye. Vásárlás után, aztán majd kiderül. Mert ugye, azt hiszem 20 000 PP a kocsi. Most azt még kifullozni. Max olyanra gondoltam, hogyha annyira nem lenne már sanszom arra, hogy jót vegyek, találjak rendes eladót, akkor esetleg az még bekövetkezhet, hogy valakivel importáltatok be,
Igaz, hogy azért a 2 millió, azért a 20 ezer PP-ért már akár több mint 2 milliót is elkérnének. Úgy azért necces, de akkor a tuningra lehet, hogy ráköltenék egy kis PP-t, de az se biztos, mert van IC pénz, akkor meg lehet oldani abból bőven. Nyugodtan csak most olyan célra meg végül is eredtem, hogy a 10 millió legyen meg, de a fő cél az most, vagy hát kulcsfogalmazok, hogy a buik az most a 10 millió előtt van így a célok sorrendjében. Tehát oké, legyen meg majd a 10 millió, de előbb legyen meg a buik. Aztán lehet, hogy az lesz, hogy amúgy mire meg lesz a buik, addigra 10 millió is meg lesz, ezt neki tudja. Még az is megtörténhet. Amilyen jól állunk. Egy eladó nincs sehol már másfél hónapja kb. Na mindegy, majd lesz valami. Ha nem, akkor így jártunk. De amúgy ez meg már Murphy törvénye, hogy látom hirdetve, nem is egy buik eladó. Nem mondom, várok vele, most még nem kell. Először másik kocsi, meg ilyenek. Aztán hoppá. Amikor kéne, megvan rá bőven a pénz, akkor nincs eladó. De most, ha elkölteném valamire, nem tudom mennyit, mire költeni kell, így hirtelen, akkor tuti, ez biztos, hogy akinek van a városban, az összeset hirdetné mindenki. De ez csak egy megérzés. Aztán lehet, hogy tévedek. Egyelőre most se akarja adni. Mennyi ment rá eddig? Ja, így külön még így sem ennyi. Vagyis hát ugye az a 18 000. Megmondom, hogy sem ennyi, na mindegy. Hát akkor eddig 18 000 SRC-t költöttem így erre a kaszinózásra, de mondjuk akkor 20-nak, mivel ez a 2000 is valahonnan oda került, még az előző nyereményből hagytam ott. Na, 10 000 maradt, ami azt jelenti, hogy ezen kívül még lesz 20 darab pörgetés. Hát kíváncsi leszek. 30 000 fölé már nem fogunk így kerülni, mert ha ezzel beadja, akkor is csak 30 000. Hát, ez még jónak is tűnt az elején, de igen, imádjuk, mikor mellette egyel megáll, akár előtte, akár csak azért is átmegy rajta, és akkor 30 000-től már kezdünk azért távolodni. Ez nem olyan nagy baj, de azért jó lenne, hogyha a 30 000-hez lennénk közelebb, mint sem a 20-hoz. Tehát
25 ezer fölött kéne kiváltani most. Ami azt jelenti, hogy még... Hát... 6 darab pörgetés ezen kívül. Jó kis gyors matek. Nem túl jó, nem túl jó most. Az elején hamar beadtam a 200-assal, de azóta meg egyszer sem adta is. Nem kevés pörgetés ment el. Kicsit elszomorító, de hát ez a kaszinó. Régen sokkal jobb volt, az biztos. Csak aztán valamikor lett kicsit átvarjálva. Még a recovery előtt. De hiszen szerintem említettem is ezt. Lehet, hogy több videóban is. Amikor kaszinózni jöttünk. Hogy más, sokkal másabb, mint korábban, még az elején. Amikor elkezdtem a kaszinózást. Ha úgy vesszük, azt hiszem az első évbe még jó volt. Lehet, hogy több idő is volt azzal a jó formával, úgymond. De egyszer így berenyúltak, vagy nem tudom. Aztán azóta így más. Valahogy akkor kiszámítható volt, jobban át lehetett látni az egészet, hogy mikor fogja esetleg beadni. Tehát így a keréknek a forgásán is látszódott, hogy ez most esélyes arról, hogy beadja, mert nagyon úgy megy. Azután meg olyanok voltak, hogy ami előtte úgy pörgött, hogy beadja, hát látszódott rajta, hogy ez nagyon közel lesz. Azt általában mindig megállt. És csak úgy a semmibe. Random elkezdett belaggolni, és megállt, mielőtt elért volna odáig, csillagig ugye. Aztán ja, azóta én is valamivel kevesebbet jártam. Mostanában... Nem tudom, mennyit szoktam járni. Hát naponta jövök, de... Mindig csak ilyen kisebbeket játszok el. Van, mikor kicsivel kezdek és elviszek mondjuk egy kicsit többet. De... Hát nem tudom, legtöbbször viszont úgy van, hogy... Láttam, ez nem nagyon adja, akkor itt hagyom. Vagy várok a következő óráig. És ez is túlmegy egyel. Nagyszerű. 6 pörgetésünk maradt. Hogy voltunk akkor? Ez 40 pörgetés. Meg előtte volt, hogy 9000-től... 9000 valamennyitől... pörgettünk le 2000-ig, hát... Mondjuk azt arra, hogy 30 pörgetés, és akkor... keveset mondtam. Hát akkor 70 pörgetésből... nem adja be, de még... még esetleg 4 pörgetés van hátra. Esetleg... hogyha olyan rendes lenne most... De sok esélyt most nem látok rá. Mondjuk ha beadja, az se lenne már egy olyan nagy profit. Hmm.
Nem megy ez most, nem megy. Tényleg ott az elén elhiteti, és hamar beadja. 200-zal. Onnantól elpörgetsz simán 30-at, úgyhogy semmi. És elpörgetsz még 40-et azon a 30. Több volt, mint 30. Azon kívül még elpörgetsz 40-et, és nem adja be. Hát ez van. Ez pedig akkor az utolsó pörgetés. Ez még akár jó is lehet, de nem látok rá sok esélyt. Így kell elbúcsúzni, hogy így áll meg. Jó. Na hát ennyit erről. Elnéztünk egyet a kaszinóba. Lehet, hogy nem pont itt kellett volna lenni. Mert itt látjátok, most pont nem adta. Csak egyszer a legelején. Csak hogy elhitesse, hogy ez most jó lesz. Be fogom adni, tesó. Hát, láttam. Na viszont a videó ennyi lett volna, gyerekek. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem azért így is tetszett, hogy nem nyertünk sajnos semmit. Sőt, buktunk egy 100-est, de most az nem lényeges. Rég volt kaszinós videó. Itt volt már az ideje. Hát nem lehet mindig nyerni. Ezt el kell fogadni. Majd visszanyerem az árát videón kívül, mert természetesen akkor fogja adni, mikor nem veszem. Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk. Addig is legyetek jók, pacsi nektek. Na, sziasztok!